Veszele? Eladod-e? Kanapéről? -e? Irodából? -e? Vonatone, Mobilról? -e? Laptopról? -e? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, időt spórolva. Ugye, hogy jó, mert ott van a mágikus e-business, e a Millás Reggeli elkereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni. Korábban úgy hivatkoztunk nagy amerikai vagy angol elkereskedelmi cégekre, mint ilyen üveggömbökre, mert hogy üvegömnek is lehet hívni, meg úgy is, hogy ők, ők durrantják a passzát szelet. Szóval a lényeg az, hogy egy ilyen iránymutató ö, cégeként cégként beszélünk róluk így az elkereskedelemben, vagy meg is nézzük nem sokára, hogy mégis milyen forgalmat csinálnak, mennyit keresnek. Szabó László a vendégünk, a Grow Digital Digitális Marketing Ügynökség ügyvezető partnere. Szia, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, sziasztok! Kezdjük az Amazonnal, múlt héten jelentett talán? Igen, múlt héten volt egy első negyedéves gyors jelentés, hogy még az üveggömbhöz annyit, hogy azért üveggőm, mert mi kis piac vagyunk, így, így foly, megyünk a nagy piacok útján, tehát az üveggömbök megmutatják az iránt, viszont uh -huh. talán dinamikát nem, de egy jövőképet uh -huh. tudunk jósolni magunknak. Tehát múlt héten jött ki az Amazon első negyedéves pénzügyi jelentése, ami szerint a bevétel 143 milliárd amerikai dollár volt csak hogy iżlegesük ezt kontextusában ez a a Walmart a ugye az amerikai Tesco az amerikai legnagyobb kiskereskedő a Walmart 152 milliárd dollár volt tehát hogy úgy, úgy, néz ki, hogy ezen az évben ott léheg a nyakában. Be fogja érni De itt az Amazon változ. csoportról beszélünk, ugye? Tehát a szolgáltatástól felhőszolgáltatástól kezdve. A... Pontosan teljes, teljes Amazon ja, pénzügyi jelentéséről, Amazon csoport pénzügyi jelentéséről beszélünk. Ez mondjuk egy Allegrohoz hasonlítjuk, amit a, a, lengyel gigász, az Amazon 230-szor nagyobb árbevételben, mint, mint az Allegro egyébként, és mondjuk egy, egy magyar... Hát egyszer kiszámolom, hogy az Amazon hányszor nagyobb a millás reggeline. <laughs> nagyon jó ötlet. Egy kis igen. marketing, vagy egy, egy kis motiváció ég, a ég, kollégáknak. Ég, na, ég, az igen. Az, azt nem tudom, viszont a magyar GDP-hez képest, uh, egyébként majdnem uh, a teljes magyar éves GDP-vel uh, ekvivalens ez az összeg. Ugye ez, ez egy kontextusában, mit, mit is jelent ez időbeni kontextusában, ez egy 12,5 os növekedés az előző évhez képest, és a vártnál egy, egy kicsivel magasabb. Uh, tehát ez na nagyon fontos, ami profitabilitást illeti, és egy picit előre is szaladva, az is tudott növekedni évé viszonylatban az első negyed évhez képest. A netto profit 10 milliárd dollár versus 3 milliárd dollár. Tehát, hogy ez, a, ez, azt jelenti, hogy úgy tudott növekedni az Amazon, hogy közben profitabilisabbá tette a, a saját működését, költségcsökkentettek, kb. 27 ezer alkalmazottat küldtek el. És most mennyi is ez a 27 ezer, ez sok vagy soknak tűnhet, ez egy kisebb város egyébként, de így is maradt másfél millió alkalmazottjuk másfél világszerte. Másfél millió <laughs> alkalmazott. <laughs> Ahol Prága és Budapest között igen, van igen. ez a másfél millió. Hát igen, de ugye nyilván nagyon nagy kiterjedésben, tehát nem, nem, nem egy bizonyos központban vannak alkalmazottai. Nagy-Britanniában, mint az egyik Persze. kedves hallgató és a többi, de igen, abszolút nagyon sok. És egyébként, hogy tevődnek össze a tevékenységi körei? Ugye itt említettünk, hogy egy csoportról van szó, amiben nek az egyik része az online. Igen, a, a tevékenységi utaké tevődnek össze, hogy ebből a termékértékesítés 44 százalék, ebből a majdnem magyar gdp is GDP nyelvbevételből. És akkor ezt is a... lehet bontogatni, még a... piac a saját eladás. Igen, úgy. és fontos, 44%-ból egy 4% pont a, a kőboltos értékesítés. Vannak, vannak ilyenje is igen. az Amazonnak, és, és továbbra ez, ez 40%, ez úgy bontódik le, hogy ennek a kétharmada piac modellből van, és az egyharmada esetében az Amazon az eladó fél. Ilyen fontos ide behoznunk ilyen városi legenda mythbustingot, hogy az Amazon ez a mindenben a saját szeretni árulni azért, csak azért, van egy ilyen közhiedelem, uh -huh. hogy az Amazon azért hív be harmadik oldali szereplőket a piaci modellbe, hogy aztán ő ráugorjon azokra a kategóriákba. Igazából ennek az ellentetje, ez az igaz, azt látjuk saját tapasztalatból is, hogy, hogy az Amazon inkább ott árul olyan kategóriákban árul, ahol amiket ki kell pótítani, vagy be kell tömködni a lyukakat, ahol nincsenek egyébként piactér szereplő. És ebben, mm -hmm. a piac tér, ebben a piactér modellben top 5 kategóriája az egészség, otthon, szépség, élelmiszer és ruházat. Uh, talán ebben a sorrendben is. Ugye ez, ez volt 44% az árbevételből. További 40%, uh, és ezt kevesen tudják, az elkereskedelemhez kapcsolódó extra szolgáltatások. Főként ez a full Film by Amazon. Tehát ilyen Amazon seller services-nek uh, hívják egyébként. Uh, ebből a 40% pontból 24% pont, uh, a, pont a seller services. Uh, hirdetések uh, 8% és prime előfizetés 7% pont. Tehát a hirdetések érdekes, itt egy, itt egy rövid sztori. 7% ha... a prime? Igen, igen, teljes, teljes, teljes árbevételből. A legnagyobb növekedési dinamikája egyébként pont a, a hirdetéseknek van, uh -huh. és, és az Amazon webservicesnek, amire majd mindjárt kitérünk. Itt egy rövid sztori, hadd engedjek meg, az egyik, a Grow Digital esetében az egyik elkereskedő partnerünknek kutattuk le a a francia amazonra mi lenne, hogyha, hogy belépnének, és akkor egy az amazon alapvetően piac térként egy százalékos modellben működik, tehát hogy az árbevételből kérel, attól függ, hogy milyen kategória, 10 kötője, 15 százalékot, néha akár többet is, a regisztrált a kereskedő, stb. stb., de hogy ezzel együtt a kereskedő nem jelent meg a saját egyedi termékeinek a keresésére, ez nem elég, ez a küszöb, gyakorlatilag az 15 százalék, továbbra e felett egyébként az Amazonon egy hirdetéseket kell fizetni a saját brand kereséseinket. Ez jó esetben megállunk 40% körül az árbevételből, hogy annyi maradott az Amazonnál. Tehát így már látszik egyébként az Amazon árbevétel is, hogyha ott tevédik össze, nem csupán, nem csupán is, hanem egyéb szolgáltatások is kér support tevékenységet, ügyfélszolgálati tevékenységét, kiemelt ügyfelekért, fulfillmentért. És a maradék, maradék 16% pont, az pedig az Amazon Web Services, ami a legmagasabb növekedési dinamikájú, és az érdekesség egyébként az, hogy ez is hozza a profit nagyját. Tehát, hogyha megnézzük az Amazon uh, üzemi eredményét, akkor az úgynevezett operating profitban az e-commerce veszteséges oh. az Amazon esetében. Tehát egy enyhén, uh -huh. de veszteséges. Tehát hogy ez egy, ez egy expanzív e-commerce növekedési modell. Az Amazon Web Services húzza fel, az hozza a Aha. teljes negyedéves profitját. Mi a helyzet az Amazon Go-val, azzal a kísérleti kőbolttal, ami ugye be van kamerázva, és csak pakolgatod a a cuccokat, aztán távozol, mert hogy a fizetés is annyira automatikus. Ezek működnek? Vagy? I igen, ezek a... továbbra is működnek, hogy ezt külön nem mutatják ki. Igen. A pénzügyi eredményem, ami talán hozzánk nem jut el, így csak a... De ez még ilyen pilot módban, tehát ez még annyira nem terjedt el, gondolom. Vagy... Hát már évekkel éve ezelőtt éve volt ez a pilot, a, a, az, indításra. és, a, és a azért 4% az éves árbevételének. A, a, akkor az jó, az, az látszik. Igen, igen látható, szemben szemmel látható. <laughs> Százalék. Egyébként, ugye, ami, ami hozzánk nem jut el, az az, hogy az Amazon nagyon sokat innovál kísérlet letezik itt az Amazon Go mellett a de ezt a prime előfizetést, amit azóta már egyébként elkereskedők vezettek is be. Az az egy gombos rendelés, ami nagyon érdekes, hogy a nem tudom a zöld típusú mosóporomra kapok egy ilyen kis gombot, amit felragasztok a mosógép mellé, és hogyha megnyomom, akkor a, abban a pillanatban ilyen egy kattintással, egy, egy offline kattintással rendeleket további ad a családi mosóport. Igen, ez olyan furi nekem, mert azt nagyjából ki lehet számítani, és most már sok webshopban lehet csinálni ezt, a, és bizonyos kedvezményeket is adnak hozzá ezt az újra rendeléses dolgot. Az ember megnyomja, és akkor mint egy előfizetés folyamatosan újra rendelődik az a dolog. Szóval, hogy kell egy ilyen offline gadget, hogy rendelgessél igen, ugye nem hiába a, a érdekesek ilyen Spotify és a többieknél is, amikor egy feliratkozásról van szó, akkor ha emlékeztek, akkor valamikor decemberben küldi mindenkinek, hogy mit hallgattatok igen. egyébként az abban, abban igen, az, az évi, összesítő. összesítőt. Igen. Egy, egyébként ez, nem, ez egy szándékos értékesítés, vagy újra stratégia, mondjuk uh -huh. Spotify esetében is, hogy emlékezz, hogy mit kapsz a pénzedért, és miért is fizetsz. Aha! Tehát nagyon fontos, hogy nem, az emberi, azért nem úgy működünk többségében, hogy előfizetünk valamire, és a végtelenségig fizetjük, kell ez a típusú visszacsatolás, hogy, hogy miket is kapunk érte. Hm. Érdekes. Világos. Még akkor, hogyha tekiket nézegetjük az alfabetmet, amint hirdetési platform, hogy állnak? Ők is növekedésben vannak egyébként. 2022 óta nem látott növekedésben vannak. És ami nagyon fontos, hogy a tech cégekhez például az Amazon is nem egy elkereskedő, vagy hát látjuk ebből a 44%-ból nem csupán elkereskedő. Az Amazon egy elkereskedőből lett tech óriás, ami nagyon sokat innovál. És Igen. A, 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 ugye itt az egész talán jelentési szezonnak, főleg az Amazonénak három ilyen tanulsága van, amiből összesíteni három. Az egyik a jó hír, a másik a stratégia, harmadik a követendő stratégia, a harmadik pedig egy rossz hír. Tehát a jó hír az, hogy a nagyobb hozzáadott értékű piaci szereplők post-covid után egy amerikai piacon tudnak növekedni. Tehát hogy 2022 óta nem látott növekedésre át. Úgy az Amazon, mint a Google anyacége az Alphabet, mint a Facebook anyacége a Meta. A második ilyen tanulság, hogy a, a, az látszik itt is körvonalazódni, hogy a nyerő stratégia, az, amit már pár ö, adással korábban mondunk is, hogy ez a profitábilis növekedési stratégia. Tehát nem bármi áron növekszünk, Igen. kell egyfajta profit center. Még ha az, Amazon, az Amazon web Services is, ami lényeges innováció hozott létre, de de nem, nem bármi áron növekednek, tehát hogy profitabilisan növekednek. És erre képesek egyébként a jelen piaci környezetben. A rossz hír viszont az, hogy ezért 2024-ben még jobban meg kell dolgozni. Innovációk is beruházás nélkül nem megy. Uh -huh. Oké, okay, hát ez izgi volt, köszi szépen. Jövő héten ismét találkozunk, és folytatjuk ezeket a beszélgetéseket. Szabó László volt a vendégünk, a Grow Digital Digitális Marketing Ügynökség ügyvezető partnere. Köszönöm. Na megtaláltad-e? E-Business. A millás reggeli elkereskedelmi robot hangzott el. E-Business. online.